Elmondtam neki, hogy felolvasok, semmi javulás, nem, semmit nem veszek észre. De olyan gyenge voltam, hogy fürödni már a férjem fürdetett, aztán már úgy legyöngültem. Öltözni nem bírtam felöltözni, a szomszédasszony járt el segíteni felöltözni, mert a férjem dolgozott emellett. Uh-huh. És akkor visszamentem, na akkor váltsunk gyógyszert, mondja ő, mert egyelőre nem műt meg, mert nincs is mivel. Az, hogy el van csúszva a gerincoszlopom, azt mondta, hogy maximum majd összecsavarozza, de csak ha húzom a két lábamat magam után. A cisztát maximum annyit tudott volna, hogy a cisztát az kikapja onnan, azt mondta, hogy ha alávetem magamat a műtét alá. De hát ugye gerinc műtét, ugye fél az ember, hogy hozzányúlnak a gerincéhez. De én mennem, már minden megfordult akkor. Atya úristen, tolókocsiba kerülök, mi lesz velem? Ugye ott már gyerekek Angliában, nem tudom, hát borzasztó félelembe ér, nagyon le voltam akkor úgy, mintha nem is magam lettem volna. És a lényege az az egésznek, hogy ez úgy húzódott, egy darabig húzódott, mondtam, hogy minek adjak pénzt az idegsebésznek. Már hány ingerem volt a sok gyógyszertől, már mindent próbáltam. A fájdalomcsillapítókról ne beszéljünk. Özön fájdalomcsillapítókról. És még mennyi időt eltelt? Tehát, hogy 2014-ben volt? 2014-ben robbantam le. Igen. És az tavaly augusztusban kerestem föl a Józsit avval. És akkor, ha jól értem, hogy akkor 4 éven keresztül szenvedett Ildikó, nem hatottak a... Semmit nem csinált. Én önmagamtól, amit tornáztam, szobabicikli, meg esetleg dolgokat, hogy különböző... Tehát azért az otthoni teendőket megcsináltam, csak sokkal hosszabb ideig tudtam megcsinálni. Jó, és akkor tavaly, akkor már végső elkeseredettségében... Hát akkor már nagyon én, tehát gyakorlatilag én már ott tartottam, hogy ha akkor nem jön el a sógornőm, pedig Józsi nagyon sokat mondta ugye ezeket meg, hogy milyen jó termékek vannak, de hamarabb is észhez térhettem volna, mert a 4 sógornőmet rákból gyógyított, meg a Flavin 7, még annak idején 20 évvel ezelőtt, merráktól kezdve. Tehát észhez térhettem volna hamarabb is, csak nem gondoltam erre a dologra, hogy erre is esetleg van megoldás. Uh-huh. Ugye akkor minden megfordul az ember fejébe, csak az nem, hogy esetleg erre van megoldás. És gyakorlatilag én már avval foglalkoztam, ha én tolókocsiba kerülök, én akkor fölkötöm magam, öngyilkos leszek. Én már az öngyilkosság gondolatával foglalkoztam, hogy 54 évesen és nem fog tudni járni, mi lesz velem. Na és akkor eljött a sógornőm, és akkor beszélgettünk, ő nagyon sokat járt termékbemutatóra, és akkor beszélgettünk, és mondja, hogy te is jól lepukkantál, akkor még görbebot volt. Mondom neki, igen, látod, Gizi, mondom, ami egyszer elkapott, mondom, az nem pótolható. De azt mondja, Jöli, pótolható. Hidd el, hogy pótolható. És akkor ő elmondta nekem, hogy ő mit szed, hogy az ő sejtes kapszulát szedi, hogy ő is ugye Józsival járt, tehát termékbemutatóra is ő elkezdte szedni, csak ő már agyilag is egy picit ugye ő a másik fajtáját, hogy hidd el, Ildi, azt mondja, beszélj Józsival, hogy hidd el, pótolhatók ezek a dolgok. Aztán azt mondja, hidd el, hogy sokszor olyan gyenge voltam, hogy nem bírtam, azt mondja, végigmenni az udvaron. És amióta ezt szedem, azóta nincs semmi problémám, mondja ő. De, mondom, és akkor itt is kell, mondom, tartani esetleg szüneteket? Nem, azt mondja, mert én szünetet tartottam, de nekem hiányzik, mondja ő. Na, akkor meghánytuk, vetettük otthon apával a dolgot, mondom, apa, egy próbát mindenféleképp megér. Mindegy, csak így ne maradjak, mert ez borzasztó. Hogy mondom, nem volt már éjszakám, hát kipóckolva volt a lábom, már kenegettem, már vizes ruháztam. Már minden problémám volt, és akkor mondta apa, hogy hát akkor próbáljuk meg. Na akkor felkerestem Józsit, Józsi elhozta, augusztus 10-20, hogy nem is tudom Józsi, hogy kezdtem el szedni, 10. Úgy, valahogy úgy augusztus 20-a előtt, úgy egy 10 nappal durván, mert elmentünk a gyerekekhez cserkeszelőre, és már ott észrevette, a lányom vette észre, hogy anyu, egész jól mozogsz, anyu, nem kell kipóckolni a lábodat. Augusztus 20-a környékén kezdte szedni, és mikor tapasztalták? Nem, augusztus 10-e környékén, és rá egy 10 napra 20-án mentünk a gyerekekhez, és már akkor mondta a lány, hogy anyu, már tudsz úgy aludni, hogy nem kell kipockolni a lábod. Végig tudod aludni az éjszakát. Hát úgy néztem ki, mint egy két lábon járó zombi. Nem volt éjszakám, óránként voltam. Már amikor kihúztam a fiókot, nem tudtam, melyik fájdalomcsillapítót vegyem be, mert féltem is már, hogy kikészíti a májat meg a vesét, de már nem is hatott egyik sem. Mondom neki, hogy ezek szerint, azt mondja, de egyszer kérdezi tőlem, hogy és hol a botod? Nem tudom, hova tettem, hol a botom?
Azt mondja, nem létezik, hogy 10 napja szeded, azt mondja, 10-12 napja, azt mondja, és már ennyit javított rajtad. De mondom, igen, ennyit javított rajtam. És azóta nem álltam le vele, és azóta szedem. Józsi még javasolt hozzá a Recovery-t. Most elkezdtem a magnéziumot, hát az is egy csoda. Úgy mozgatja az izmaimat, ahogy csak lehet, a letapadt izmaimat. Fáj! Tehát fájó volt lerobbanni, és most fájó felépülni. Én most azt tudom mondani. De megszűntek a körkörös zsibbadások. Van éjszakám, végig tudom aludni az éjszakát, valami csoda. Ez egy valami csoda. Én csak gratulálni tudok annak, aki ezt kitalálta.